majd ügyes és bűs legyél. Tiéd lehet elég néhány év, de az úton, melyen lépdesz, ezer kérdés mélye vár, és csak akkor érhet csúcsra, ha egy hegy elég beáll. Gyermekem már az égen dég, a lelkem már a jóra kész, büszkeség is józan isz, gyermekem már férfi korba lép. Hidd el, nem segíthet senki, és senki nem vezet. Mégis férfivá kell érned, hited nehogy elfeled. Gyermekem már az égre néz, lelke már a jóra kész, büszkeség is józan ész, gyermekem már férfi korba lépsz. Csak tanulj és taníts, hogy majd tanítva megtanul. A helyed ott van, ahol szeretnek. Ó, az álmok és a képek, a világ egyre szebb. Érzed mindjárt itt az óra, hogy a birtokodba vehet. Gyermekem már az égre néz, lelke már a jóra visz, büszkeség és józan néz. Három évvel ezelőtt találkoztam a kapcsolódó neveléssel, és hát röviden tömören a nehézségeim vittek rá arra, hogy folytassam, vagy használjam az eszközöket. Három évvel ezelőtt a gyerekek 4,5 éves volt a kisfiam, 9 éves volt a középső lány, és 11 a nagylányom, és hát kikopott a lelkesedés a szülőségemből, mert ugye két kisiskolással és egy óvissal eléggé nehezen mentek a reggelek és az esték. Főleg a kisfiammal volt sok konfliktusom, ezen kívül a kisfiú és a kislány, a középső kislány között dúlt a testvérharc, amitől meg borzasztóan rosszul éreztem magamat, és nagyon lelkiismeret furdalásom volt, hogy milyen szülő vagyok én, hogy nem tudom szeretetre nevelni a gyerekeket. A nagylányom pedig a simulékony természete miatt hát szinte alig kapott figyelmet, és hát ezt rendszeresen az orrom alá is dörgölte, és hát joggal. Úgyhogy belekezdtem a kapcsolódó nevelés alaptanfolyamába, és egy ausztrál instruktorral végeztem el, és annyira megtetszettek ezek az eszközök, amiket megtanultam, és olyan sok változást hozott az életemben. Többek között elkezdtek így kisimulni a problémák, a kapcsolataim a gyerekekkel, és hát nem utolsó sorban jó szülőnek tudtam magamat érezni, mert hogy kaptam egy olyan fajta ilyen támogatást, ami felemelt. Aztán azt gondoltam, hogy nem lehetek ilyen önző, hogy csak saját magamnak tartom meg ezeket a dolgokat, és elhatároztam, hogy én ezt szeretném tanítani, úgyhogy elkezdtem az instruktori egyéves képzést, ott már egy amerikai mentorral, instruktorral, és hát sikeresen be is fejeztem, még készülök a vizsgára, és ez is a vizsgának a része, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. A kapcsolódó nevelésnek a szülőanyja Patty Wipfler, ő egy tanító Kaliforniában, és körülbelül hát 30 évvel ezelőtt indította útjára a kapcsolódó nevelést, azt hiszem, mit is írtam, 1989-ben. Most már 20, közel 30 országban működik a kapcsolódó nevelés.
Vannak olyan országok, ahol az oktatás és az egészségügyi rendszere is támogatja, többek között Izraelben most már az újszülött osztályokon tanítják a kapcsolódó nevelést az anyukáknak, mert hogy támogatja ott az egészségügy. Szóval Peti Wipfler, aki kidolgozott egy ilyen eszközrendszert, az alapja ennek az, hogy több ezer szülővel dolgozott és figyelte meg, és annak a tapasztalatai alapján, illetve a legújabb neurobiológiai kutatások alapján gyúrta össze ezeket az eszközöket, és egy ilyen 5 füzetből álló kötet sorozatban foglalta össze ezeknek az eszközöknek a használatát, amiket egyébként a Kapcsolódó Nevelés Egyesület tanfolyamain és a workshopjain is ezeket tanítjuk. Ezek az eszközök elsősorban kisgyerekes szülőknek szólnak, praktikus tanácsokat adnak és eszközöket adnak a kezükbe, hogy a mindennapi családi kihívásokkal sikeresen tudjanak szembenézni. Magyarországra Egri Zsuzsi hozta, ő az ELTE-n végzett, szintén 3 gyerekes édesanya. Először csak a barátoknak és az ismerősöknek tartottam folyamat, aztán kinőtte magát a dolog, lett egy egyesület, néhány éve alakult, és egy ilyen lelkes, elhivatott szülői gárdából állt össze, és ők csinálják. Van egy weboldal, a címe az a kapcsolódónevelés.hu, ékezetek nélkül, ezen belül van egy blog, amin azok a szülők írják le a tapasztalataikat, akik használják ezt a kapcsolódó nevelési eszközöket. Ezen kívül cikkek vannak ezen az oldalon, és itt vannak felsorolva azok a tanfolyamok, workshopok, ingyenes teleszemináriumok, amiken részt lehet venni. A gyerekünk úgy születik, hogy minden vágya az, hogy közel érezze magát hozzánk, hogy érezze a közelségünket, a szeretetünket, hogy kapcsolódva tudjon lenni hozzánk. Ilyenkor jobban működik az agya, szeretetteljes, jó döntéseket hoz, jól tud tanulni, elő tudja hívni a tapasztalatait, és ezeket használni. Vagyis tulajdonképpen ilyenkor jól van a világban. Hogy mint mindennek, ennek is evolúciós gyökerei vannak, ennek a kapcsolódásnak. Itt elmondanám, hogy evolúciós szempontból az emberi agy 3 fontos fejlődési szakaszon ment keresztül. Nem vagyok biológus, úgyhogy csak így nagyon egyszerűen tudom megmutatni, hogy ha van a hüllő agy, az agytörzs, ez a legprimitívebb része a... Van, aki itt nálam jobban tudja ezt. A legprimitívebb része az agynak, és ez itt a limbikus rendszer, az érzelmi agy tulajdonképpen. Itt kell kukucskáljak, hogy tudjak jól mindent mondani. Tehát ez az agy érzelem központja. Itt ez a primitív rész az egyébként csak a túlélésért felelős, de vannak más egyéb funkciói is. Ez pedig a legutóbb kialakult, ez az emlős agy, ez a legfelsőbb mentális folyamatokért felelős, és ennek a része a homloklebeny, ami a legfejlettebb része az agyunknak, de körülbelül 20-20 pár éves korunkra fejeződik be az érése, és ez felelős a gondolkodásért, a tanulásért. Szóval amikor a gyerekünk keresi a kapcsolódást velünk, akkor az történik, hogy a limbikus rendszere, ez mint egy radar pásztázza a környezetet, keres egy olyan felnőttet, olyan ismerős embert, akivel tud kapcsolódni. És ez az agy része veszi a nemverbális kommunikációkat, és arra keresi a választ, hogy nem vagyok-e veszélyben, minden rendben van-e, szeretve vagyok-e, szívesen vagyok-e látva. És hogyha megvan ez az érzés, akkor, főleg akkor, ha mi lazák és nyugodtak és türelmesek tudunk lenni, akkor létrejön ez az érzés, és ilyenkor a gyerek úgy igazán jól van. Ilyenkor zümmög az agya, harmóniában működik az egész intelligenciája.
És ilyenkor van az is, hogy a homlok lebenye kigyullad, mint egy égő. És minden olyan dolog, ami a tanulásért, a szeretetteljes viselkedésért, az indulatok lekorlátozásáért, a tanulás, azt már mondtam, a jó döntések meghozataláért, ez a rész felelős. Tehát ilyenkor van az, hogy ha a gyerek jól van, akkor emlékszik arra, hogy a cicát megsimogatjuk, nem húzogatjuk meg a farkát. Ilyenkor van az, hogy tizedszerre is neki megy a cipőkötés megtanulásának. Ilyenkor van az, hogy nem csapja a földhöz, ha 12 pontot meg kell tanulni. Tehát neki megy, tanulja németből a szavakat rendesen. Ilyenkor van az, hogy ha elküldöm fogat mosni, akkor simán elmegy. Ha egy veszélyes bottal rohangál, és mondom, hogy hozd ide, akkor ide hozza, és még meg is tudja osztani a testvérével a játékát. Viszont könnyen beáll az árlat ebben a kapcsolódás érzésben. Ez naponta többször előfordul, kialszik ez a fény, és meghúzza a macska farkát, oda vágja a könyvet a földhöz, kistestvérének nem adja oda a játékot, nem megy el fogat mosni, nem rak rendet a szobájába, nem akar tanulni, és a botta lehet, hogy még meg is csap, nem, hogy ide hozza nekünk. Saját tapasztalat. Úgyhogy ilyenkor ez van. Mitől áll be az árlat? Amikor veszélyt érzékel a limbikus rendszer, tehát az érzelmi agyunk veszélyt érzékel. Veszélynek érzékeli azt is, ha mi kimegyünk a szobából. Veszélynek érzékelheti azt is, hogyha azt látja, hogy az osztálytársai verekszenek. Veszélyt érzékel akkor is, amikor a tévében valamilyen olyan jelenetet lát, ami erőszakos. Tehát ez mind-mind azt hozhatja, hogy megszűnik ez a kapcsolódásérzés, beáll az árlat. Kialszik a fény, nem tud gondolkodni, nem emlékszik arra, hogy mit tanult, nem tud szeretetteljes, relaxált és rugalmas lenni többet. Illetve van még egy eset, amikor a hétköznapi dolgok, tehát teljesen egyszerű hétköznapi dolgok emlékeztetik őt arra, hogy ővele történt a múltban valami veszélyes dolog, valami nehéz helyzet. És ez a jelen, úgymond jelentéktelennek tűnő dolog, előhív egy ilyen régi rossz emléket. Ez van akkor is, amikor például nálunk az volt, hogy Kusánnak volt egy balesete gyerekkorában, és minden olyan gyereknek, akinek van balesete, és be kell vinni a sürgősségire, és lefogják, és sok-sok ideges felnőtt kapkot teszi a dolgát, mert hát kell tenni a dolgukat, sokszor le kell fogni a gyereket, és olyan dolgok történnek velük, amiket nem ők irányítanak, és nem is nagyon akarnak. Csövet dugnak a szájukba, és egyéb dolgok, amik meg kell, hogy történjenek ilyenkor. Viszont ez előhívódik, mert ez lerakódik, ez stressz a gyerek életében, és ezért van az, hogy például nálunk, amikor Kusánnak elkezdtük a fogmosást, és én fogat akartam berakni a fogkefét a szájába, sikító frászt kapott tőle, amikor meglátta a fogkefét. És nagyon nehezen ment a fogmosás. Tehát egy ilyen egyszerű dolog, mint a fogkefe, hogy én oda megyek a szájához, és be akarom dugni, előhozott egy régi rossz emléket. Ezek, amikor beáll ez az árlat, igazából ez nem az ő hibájuk, és nem is a mi hibánk, mert van egy csomó felelősségünk, munkánk van, van több gyerek is, akiről gondoskodnunk kell, és hát nem tudunk mindig ott lenni, és igazából a társadalmunk, meg a mai magyar és egyébként is a világ nem úgy van összerakva, hogy tudja támogatni a családoknak a létezését, és nem könnyű és nehéz tulajdonképpen egy érzelmi feladat egészség a gyereknek a nevelése. Hát van egy jó hírem, meg van egy rossz hírem. A jó hírem az az, hogy az agyunk gyógyítja ezeket a folyamatokat. Bekapcsolnak velünk született természetes stresszoldó reakciók, ami a hiszti és a sírás. Hát és ugye, és a nevetés is, de a nevetésről később beszélek. Tehát a hiszti és a sírás tulajdonképpen nagyon-nagyon jó, áldásos, gyógyító dolgok, és pont az történik, aminek történnie kell.
Tehát egy kiadós hiszti, meg egy jó szívszaggató sírás úgy rendbe hozza a gyereket, hogy csak, hát ha mi is belegondolunk, tehát ha én megnézek egy filmet, és egyre inkább így van, hogy ha olyan filmet nézek, akkor egy jó nagyot sírok, és azután sokkal jobban érzem magamat. Vagy hogyha egy jót tudok beszélgetni a barátommal, barátnőmmel, akkor is megvan a kapcsolódás érzés, és jól érzem magamat. Amikor a gyerek így hisztizik és sír, akkor tulajdonképpen ez egy érzelmi vészhelyzet. Ahogy kihúj a homlok lebenyben a fény, felkapcsolódik egy ilyen vészjelző itt a limbikus rendszerben. Ez egy vészreakció, és hát a gyerek bajban van. Azt érzi, hogy egyedül van, és nem tudja, hogy mit csináljon. És azt kiabálja, hogy segítség. A hiszti, a sírás, az tulajdonképpen egy segélyhívás felénk. Ilyenkor a limbikus rendszer kitakarítgatja, kitisztítgatja a rossz érzéseket, és a helyére a mi szeretetünk, a kedvességünk, a törődésünk és a figyelem áramlik, és utána megint kiegyensúlyozódik, és jól tud működni az intelligenciája. A sírást meghallgatni nagyon nehéz. Nekem nagyon-nagyon nehéz. Hát 10 másodperc után szeretném magamat kilőni az űrbe, csak hogy ne kelljen tovább hallgatni, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Ki az, akinek könnyen megy hallgatni a gyerekének a sírását? Igen. És mielőtt belefognék ebbe a nagyszerű eszközbe, ami a sírás meghallgatás, kell szót ejtsek a meghallgató pár eszközéről, mert mivel nem tudjuk a sírást hatékonyan meghallgatni, mert hogy mi is tele vagyunk egy csomó érzéssel, gombokat nyomogat a sírás bennünk, nem tudjuk úgy oda tenni a figyelmünket, ahogy arra szükség van akkor. Ezért jó, hogyha van egy olyan felnőtt, aki viszont a mi érzéseinket tudja meghallgatni, ventillálhatunk egy jót, jól kiborulhatunk, hogy milyen gombokat nyomogat bennünk a sírás, hogy mit érzünk. És hogyha ilyen módon letisztultunk, akkor tudunk hatékonyan oda menni. A meghallgató párról sajnos nem fogok tudni nagyon sokat beszélni, akit érdekel, annak később majd elmondom. Röviden ez annyi, hogy egy 5-10-15-20 perc keretén belül megegyezik két felnőtt, hogy meghallgatják egymást, egyszer az egyik hallgatja meg a másikat, aztán a másik hallgatja meg az egyiket. Tiszteletben tartjuk egymás idejét, nem adunk tanácsot, nem szólunk bele, nem ítélkezünk, hanem csak szeretetteljesen végighallgatjuk, míg kiadja magából a párunk a rossz érzéseket. Most, amikor ilyen szépen kitisztultan oda tudunk menni a gyerekünkhöz és meghallgatni a sírását, akkor tud lenni ez egy nagyon jó gyógyító folyamat. Hát egy gyerek napjának során egy csomó olyan dolog történik, nagyobb és kisebb bagatelnek tűnő dolgok, ami miatt kiborul, sír, hisztizik. Egy csomószor előfordul az például nálunk, hogy a kék bögrébe kapta a tejet, és nem a zöldbe, sírása vége. Letörött a pirítósnak a csücske, sírás. Személyes kedvencem, anya, miért vágtad ketté az almát, egészbe akartam megenni. Szóval egy csomó minden történik, balesetek is és egyebek is, tehát nagyobb dolgok is, de hogy sokszor ugye sírás és hiszti a vége. Ilyenkor hogyan tudunk neki segíteni? Úgy tudunk neki segíteni, ha mellette maradunk, a közelében megyünk. Esetleg legugolunk hozzá. Most annyira szeretném szemléltetni valahogy, de hozok egy széket. Tehát először is oda megyünk hozzá, testközelséget keresünk, kontaktust keresünk, legugolunk, hogyha ott van, és nem csinálunk egyebet, mint hogy ott maradunk egészen végig a szeretett teljes figyelmünkkel, amíg abban nem hagyja a sírást. Amit még tudunk csinálni, ami segíti ezt a gyógyító-gyógyuló folyamatot, amíg a limbikus rendszere takarítgat, az az, hogyha
hogyha nem mondunk olyan mondatokat, hogy ne sírjál, hát hiszen ez csak egy karcolás, vagy sírd ki magad nyugodtan, tehát a sírásról sem kell különösebb szót ejtenünk. Igazából a sírást tekinthetjük úgy is, mint egy monológot, meghallgatjuk, és aztán utána minden jobb lesz. Előfordul az is, hogy a sírás közepette a gyerek elkezd rugdosni, kapálózni. Fontos ilyenkor, hogy biztonságba helyezzük magunkat is, és őt is, tehát határozottan, de egy nagyon gyengéden fogjuk meg a kezét vagy a lábát, hogy ne essen senkinek se baja. Aztán pedig, ami még nagyon fontos, a szemkontaktus. Tehát, hogyha megvan a testkontaktus valamilyen módon, ha engedi a gyerek, akkor fontos a szemkontaktus, mert azon keresztül fogja megérezni azt a testközelségünkön kívül, hogy itt vagyunk, törődünk, veled vagyok. És nyugodtan add ki azt a sok rossz érzést, ami feltolult benned. Hát ez itt a Jolly Joker eszköze a kapcsolódó nevelésnek, a gyerekidő. Mert ahogy éhes és enni adunk, szüksége van ételre, ahogy inni adunk neki, mert szüksége van innivalóra, ugyanúgy a gyerekidő is egy fontos tápláléka, ha úgy tetszik. A fejlődésükhöz nagyon-nagyon szükségük van a mi aktív figyelmünkre, amit a gyerekidő során tudunk adni, ami nagyrészt játék. A gyerekidő azért egy nagyon szuper dolog, mert bármikor be tudjuk vetni, mivel ez lehet 5 perc, vagy akár 1 óra is. Önbizalomépítő, segíti a tanulást, és megtölti a szeretet puttonyát, feltölti, és újra ilyen könnyed, laza, rugalmas tud lenni a világban. És fizikailag is jobban fogja érezni magát, hogyha gyerekidőt alkalmazzuk. A gyerekidő során annyi a feladatunk, hogy hát először is adunk neki egy nevet, hogy mi legyen ez a gyerekidő, valami jó kis nevet. Nálunk, nem kell gyerekidőnek hívni, nálunk úgy hívjuk, hogy kusi idő, meg sára idő, meg zsóka idő. Szerintem párom már hallottak is tőlem ezekről, meg a lányoktól, meg a kusántól. Szokták is kérni. Tehát ha megegyeztünk egy ilyen jó kis névben, akkor már tudjuk mondani, tudjuk bejelenteni, na, kislányom, most sára idő fog következni. Ezt érdemes bejelenteni, még akkor is, hogyha pár perc múlva esedékes, meg akkor is, hogyha a hétvégén lesz majd ez a gyerekidő. Szóval jó, hogyha megegyezünk előre egy időpontban. Fontos még, ha beállítsunk egy csörgő órát. Én szeretem, hogyha beállítom a telefonomon, hogy hány percet tudok gyerekidőzni, mert akkor nem kell azon aggódjak, hogy nézegessem az órát, hogy mikor lesz vége, hogy meg a gyerek se aggódik azon, hogy majd anya szól, és akkor anya lesz a hibás azért, hogy vége a gyerekidőnek, hanem egy ilyen külső erő nagyon jól tudja ezt kontrollálni, szabályozni az időt. Hát mit kell tennünk? Bejelentjük, hogy gyerekidő van, sára idő, kusi idő, zsóka idő, Hanna idő és egyebek. És aztán a legnagyobb lelkesedésünkkel, odaadásunkkal, azt mondjuk, hogy azt csinálunk, amit csak szeretnél. Ami nem könnyű, és visszautalok megint a meghallgató pár eszközére, és ebben az időben lehetőleg hagyjuk a gyereket, hogy azt csináljon, amit akar. Ha nincs nagy veszély, vagy nem okoz nagy veszélyt, amit kér, illetve az anyagi keretek okozhatnak akadályt ebben. Illetve a lelkesedésről még annyit, hogy próbáljuk azt a lelkesedésünket elővenni, amit mi is elvárunk tőle, hogy elmenjen fogatmosni, tanulni, aludni, hiszen csak egy rövid időről van szó nekünk itt. Mit csináljunk, hogyha a gyerek egy nagyon egyszerű dolgot kér, egy hétköznapi dolgot kér, ami lehet egy könyvnek az olvasása, hogy olvas nekem anya, akkor ezt tegyük úgy, hogy bekuckózunk, összebújunk,
és adjunk bele egy extra adag szeretetet, sokszor keressük a szemkontaktust vele, és így próbáljuk meg végigcsinálni azt az 5-10-15, akár egy órát is. Aztán kérhet olyan dolgot, ami nehéz. Tehát ami nekünk nehéz. Ami nekem nehéz, amikor azt mondja gyerekem gyerekidőbe, hogy együk meg az összes csokit, ami a szekrénybe egy bizonyos helyen van, akik engem ismernek, azt tudják, hogy ez nekem nagyon nehéz. És hát bizony nekem is el kell mennem meghallgató párba, és kiadni az e felett érzett érzéseimet, hogy aztán ezt meg tudjam csinálni a gyerekkel. Van egy nagyon jó történet, egy ismerős anyuka, a kislánya azt kérte, hogy ő 6 gombóc fagyit szeretne enni, vagy legalábbis annyi fagyit enni, amennyi csak belé fér. És ez nagyon nehéz volt az anyukának, de megpróbálta végigcsinálni és nézni. Tehát benne följöttek az aggodalmak, hogy megfázik, torokgyulladása lesz, hogy úristen, ettől a cukortól teljesen ki fog billenni, egész délután nem lehet majd vele bírni, és egyebek. És végigülte, végigcsinálta, és szeretetteljesen nézte a gyerekét ebben a folyamatban, és borzasztó nagy kapcsolatépítő lett. Tehát nagyon jól érezte magát utána a kislány, és az anyuka is, hogy ezt meg tudta csinálni. Egy olyan dolgot, amit a gyereke szeretett volna. Tehát ez számunkra is egy önbizalomépítő dolog, mert ettől tudjuk, én például ettől tudom jó anyának érezni magamat, hogy azt tudom mondani, hogy játszottam a gyerekemmel. Mert nem könnyű játszani, én velem nem olyan sokat játszottak gyerekkoromban, attól függetlenül, ha tudom, hogy a szüleim mindent megtettek azért, hogy meglegyen nekem mindenem, de azok miatt, a dolgok miatt, amik miatt mi sem tudunk sokszor eldobni a fakanalat és bevetődni a szobába, hogy hancúrozzunk. Tehát ez a fajta könnyedség, amikor fut a lista a fejünkben, nem jön könnyen. És hát vagy elmegyünk meghallgató párba, és tisztogatunk mi is, vagy pedig azt mondjuk, hogy lesz, ami lesz, nem húzom, halasztom, leülök, megnézem, mi lesz belőle, 5 percet bírok. És hogyha megadjuk ezt az 5 percet a gyerekünknek, mert néha csak kicsivel tudunk kezdeni. Tehát reggel mennyi idő van? 5 perc kb. Ha akarunk adni neki. Hogyha mi nem tudunk többet, mert úristen, 10 perc az túl sok, érzem, hogy az túl sok, nem fogok tudni itt ülni. 5 perc. Nagyon meg leszünk lepődve, mert 5 percet is az a gyerek annyira ki tud használni, hogy öröm nézni. Jó, hát olyan sok minden van még, ami még fontos az, hogy egyszerre egy gyerek. Tehát egyszerre egy gyereknek tudjuk, tehát ennél több gyereknek nem tudjuk azt a valódi figyelmet adni, ami tölti őket. Ezért is jó az egyszerre 5 perc, mert akkor meg lehet csinálni azt, hogy felváltva egymás után 1, 2, 3, kinek több gyereke van, addig a valaki vigyáz a másikra. Tiszteletbe kell tartanunk ezt az időt mindenképpen, tehát ezt csak neki kell szentelnünk, ezt az aktív figyelmet. Nem tehetünk olyat ilyenkor, hogy felvesszük a telefont, nem is lehet megnézni az üzeneteket, mert pittyeget, és az olyan kísértésnek is érdemes ellenállni, hogy amikor a kis tigrisünket keressük az asztal alatt, és látjuk a koszos zoknikat, nem kapkodjuk fel azokat sem. Tehát tényleg odaadjuk a figyelmünket, és nem hagyjuk, hogy elkalandozzon. Aztán, ha letelt az az idő, amit erre szántunk, akkor fejezzük be a gyerekidőt, és mondjuk, hogy vége van a gyerekidőnek. Ha a gyerekünk ilyenkor elcsügged, mert megtörténhet az is, szomorú lesz, hogy vége van, mert szeretne még többet, hát természetes, akkor azt tudjuk neki mondani, hogy legközelebb is lesz gyerekidő, esetleg megbeszélhetjük, hogy mikor lesz a legközelebbi gyerekidő, és mondhatjuk, hogy már mi is alig várjuk, hogy legyen. És hogyha még ez sem elég, mert igazán neki keseredik, és sír, és hisztizik, akkor már tudjuk, hogy mit kell tennünk. Úgyhogy érdemes egyébként, ezt nem írtam fel magamnak, de érdemes úgy kiszámolnunk a gyerekidőnek a hosszát, hogy belekalkuláljuk azt, hogy legyen még erőnk és türelmünk esetleg egy sírás meghallgatásra is. Tehát mindig egy kicsikét rövidebbre fogjuk ezt a gyerekidőt.
És a gyerekidőnek az erejéről pedig egy barátnő megengedte, hogy elmeséljem az ő történetét, tapasztalatát. A kisfia kicsi volt, elkezdte az ovit, talán 3 éves lehetett, és az udvaron volt egy ilyen fa hajó, amire ő szeretett volna felmenni, de a nagyok soha nem engedték. És emiatt nagyon szomorú volt, és gyerekidőben rendszeresen azt kérte, hogy fölmásszon a szivacsra, és ő a hajós kapitány. Ő volt a hajós kapitány, és az anyukája megpróbált felmászni a hajóra. Tehát az anyukája mindig nagyon béna volt, és nem tudott felmászni, és mindig nagyon látványosan lezuhant, amitől a kisfia óriásikat kacagott, aztán pedig a kisfia próbálta mindig lelökni, és persze mindig sikerült neki lelökni, és krokodilok voltak a vízbe, de aztán a végén mindig megmentette. És rengeteg kacagás és nevetés volt volt és kell is lenni a gyerekidőben. Próbáljuk ezt a nevetést, ezt elősegíteni, és próbáljunk olyan dolgokat csinálni, ami megnevetteti a gyerekünket. Ez tényleg nagyon jó dolog, hogyha mi vagyunk a bénák. Tehát a gyerekidőben nekünk át kell adni azt a szerepet, hogy ő az erős. Ő sokkal ügyesebb nálunk, ő trükkösebb, ő be tud csapni minket. És akkor ezeken nagyon jót tud kacagni, mi meg ott botladozunk, és nem sikerül, és nem találjuk, és már megint honnan jött elő, és már megint honnan ütött meg párnával, és jól elesünk, és szerintem mindenki tudja, hogy milyen fajta ez a játék. És hogyha sokszor meg tudjuk nevettetni, akkor lehetőséget tudunk neki adni arra, hogy megint dolgozzon olyan feldolgozott vagy elraktározódott stresszeken, amiket szépen lezárva tartott, amik a mindennapjaiban nem tudják rugalmassá tenni az életét. Csiklandozni nem ér. Eljön a napja, meglát, tán észre sem veszed, csak sokkal szebben süt rá, csak mindenki szeret. Nem tudod, mitől van, de egyszer csak énekelsz, és nevetsz, mert a dallam arról szól, hogy szeretsz. Sét a fikász az utcán, és mindig jön egy barát, és a kedved fogytán, ő énekel tovább. Szomorú vagy, magad vagy, úgy érzed, dől a ház, de egyszer csak kopogtatnak, ott áll, akire vársz. A boldogság egy hajszál, egy szó, egy mozdulat, csak mozdulj meg, csak szólj már, csak elvedd magad. A boldogság egy hajszál, egy szó, egy mozdulat, csak mozdulj meg, csak szólj már, csak elvedd magad. Sét a fikász az utcán, és mindig jön egy barát, és a kedved fogytál, énekel tovább. Szomorú vagy, magad vagy, úgy érzed, dűl a ház, de egyszer csak kopogtatnak, s ott áll, akire vársz. A boldogság egy hajszál, egy szó, egy mozdulat, csak mozdulj meg, csak szólj már, csak elmen, hagyd magad. Boldogság egy hajszál, egy szó, egy mozdulat, csak mozdulj meg, csak szólj már, csak el ne hagyd magad. Akkor én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök. És nagy élmény volt hallgatni az Esztert és a Gábornak, ez a dala pedig felvezetés tényleg ehhez a témához, amiről én szeretnék beszélni nektek. Gyakorlatilag ez egy könyvajánló, amivel én érkeztem hozzátok, méghozzá ez a, mutatom a könyvet,
a HVG kiadó gondozásában megjelent Gyereknevelés Dán módra, az alcíme pedig az, hogy hogyan neveljünk életre való és magabiztos gyerekeket. Van egy kis előzménye, hogy én miért ugrottam rá erre a témára. Most utána számoltam, hogy körülbelül 20 évvel ezelőtt pont az iskola jóvoltából, tehát itt a Gárdonyi iskola jóvoltából részt vettem egy dán tanulmányúton, ahol iskolákat látogattunk meg, családoknál laktunk, és már akkor is valahogy megérintett az a millió, az a felfogás, az a hangulat, amit például ott egy iskolában tapasztaltunk, és ugye a családok körében is, amit megtapasztaltunk. Rá 20 évre egy kedves ismerősöm a könyvet ajánlotta, és tőle kaptam meg, hogy olvassam el. Azóta, mióta én elolvastam ezt a könyvet, azóta kvázi egy ilyen misszióként próbálom a könyvnek az üzenetét továbbadni, mert annyira egyetértek, és annyira igaznak érzek minden szavát. A kis bevezető akkor erről. Ez a szerző páros, Jessica Joel Alexandra és Iben Dissing Sandal, róluk azt kell tudni, hogy Jessica, ő egy amerikai hölgy, aki férhez ment egy dán férfihez, és Dániába lett várandós, és Dániába szülte meg a kisgyerekét, és ott kezdték el a közös családi életüket. A szerző páros másik fele, ő pedig egy dán pszichoterapeuta, aki már régóta foglalkozik a nevelés elméletével. Tehát így ketten dolgoztak együtt. Ugye az Anna felvezetésébe mesélt arról, hogy Dánia az egyik legboldogabb nemzet a felmérések alapján. Pontosan 1973 óta az OECD rangsorolja a nemzeteket a boldogság faktor alapján, és 73 óta minden évben Dánia nyeri meg ezt az összehasonlítást. Egy amerikai kutatóintézet megirigyelte, vagy nem is megirigyelte, inkább kétségbe vonta ennek az eredményét, és ő is elkezdte rá pár évre szintén nézni ezeket a mutatókat. És hát csalódásként élték meg, hogy valóban Dánia a legboldogabb ország, tehát több oldalról is igazolták ezt a tényt. A Dániáról egy pár szót, jó, hogy mondjak. Dánia ugye egy észak-skandináv ország, királyság, az államformája, 43 ezer négyzetkilométer körülbelül a nagysága, tehát kisebb, mint Magyarország, 5,6 millióan lakják, és 1973 óta tagja az Uniónak. Amit még tudni kell róla, hogy a GDP az egyik legmagasabb Európában, Új-Zélanddal együtt itt a legkisebb a korrupció a világon. Dániában a skandináv szociális rendszer működik, ami azt jelenti, hogy nagyon magas a jövedelemszint, de nagyon magas az adószint is. Viszont ebből az adóból az ország ingyen finanszírozza a lakosságnak az egészségügyi ellátását, az oktatását és a szociális, egy elég gazdag szociális hálót biztosít. Még egy adalék Dániáról, hogy a születéskor várható átlag életkor az 78,3 év, ebből a férfi, aki 75,9, mondom mindjárt a magyar adatot mellé, Magyarországon 65,3, tehát kicsivel több mint 10 évvel rövidebb ideig élnek nálunk a férfiak. A nők várható átlag életkora az 80,78 Dániában, nálunk 75,7. Az oktatásról még mint különlegesség, hagyj meséljek egy picit, hogy Dániában az oktatási rendszer úgy épül fel, hogy nullától tizedik évig van a dán népiskola, ebből az 1-9 az, ami kötelező. A nulladik év az egy ilyen iskola ráhangolódás, a tizedik év meg egy ilyen speciális, a tovább tanulás évje már, ott már eldöntik, hogy ki milyen irányba szeretne tovább orientálódni. Van egy nagyon érdekes a dán oktatásban, hogy a 9. és a 10. évben a úgynevezett utóiskola működik, ez egy bentlakásos iskola, amikor a gyerekek egy ilyen kollégiumi rendszerbe egy évre elmennek kollégiumba,
nem véletlen, hogy ez 9.-10-ben történik meg. Ugye ez a 9.-10, ez a ugye kamaszkor, ez a 15-16 éves korra tehető, és ilyenkor az történik, hogy kiemelik gyakorlatilag a gyerekeket a családból, elmennek ebbe a kollégiumba egy évre, ahonnan hétvégenként két hetente járnak a gyerekek haza, viszont ezek az iskolák, ezek leginkább sport és idegen nyelv tanulásra orientált iskolák. Én voltam egy ilyen iskolában, egy ilyen utóiskolában. Hát az állunk az leesett, amit ott tapasztaltunk. Gyakorlatilag nem volt olyan sportág, amit a gyerekek ott ne űzhettek volna. Tehát úgy, csak úgy mondogató, hogy toronyugrás van. Tollaslabda? Van. Pingpong? Van. Tehát falmászás? Van. Tehát mindent csinálhattak a gyerekek, mindent kipróbálhattak. Ami azért érdekes volt, hogy nem versenyszerűen sportoltak a gyerekek, hanem tömegsport és élménysport szintjén, de mindenki mozgott, mindenki sportolt. És mondom, a másik fő fókuszpontja ennek az utóiskolának az pedig az idegen nyelv oktatás. De hogy miért is emelik ki itt a gyerekeket ebbe az egy évbe? Pontosan azért, hogy ne a szülőkkel konfrontálódjanak a gyerekek ebben az időszakban, hanem egy kicsit megélhetik az önállósodást, tehát kikerülnek, szükségük van arra, hogy önállóak legyenek. Az iskolának olyan a szellemisége és olyan az egész oktatási rendszer, hogy a feszültségeiket, a kamaszkorral járó, amiről ugye majd még lesz szó, minden nyűgüket, bajukat gyakorlatilag az iskolába és az ott nagyon jól képzett pedagógusokkal meg tudják élni a gyerekek. És úgy megy haza a gyerek, hogy örömmel megy haza, örül a viszontlátásnak, örül a szüleinek, otthon beszélhet az élményeiről, és ez körülbelül egy év elegendő ahhoz, hogy ezen a nehéz időszakon valahogy így átvészeljék a kamasz gyerekekkel ezek a családok. És akkor utána jön egy újabb iskola, a dán népfőiskola, amiről azt kell tudni, hogy ingyenes mindenki számára, tehát nem csak a dán gyerekek számára ingyenes, hanem az összes Európai Uniós tagállam gyerekei, tanulói számára ingyenes az oktatás. Mivel ez a felmérés, ugye minden nemzethoz eljutott, hogy Dánia a legboldogabb nemzet, elkezdték kutatgatni, kérdezgetni, hogy miért, mi az oka. Megkérdezték a dán embereket, hogy mi a titkotok, mit tudtok ti, amit mi nem, mitől vagytok ti boldogabbak. És a dánok húzogatták a vállukat, és mondták, hogy fogalmuk sincs, ők élik a megszokott hétköznapjaik, nincs itt módszer, nincs itt titok. És hogy miért nagyon jó ez a könyv? Mert egy olyan hölgy írta, ez a Jessica, aki Amerikában szocializálódott, ott nőtt föl, egy teljesen más kultúrába, és úgy csöppent be felnőtt fejjel, egy érett személyiségébe a dán rendszerbe. Ott kezdett el ugye gyermeket nevelni, és ő nagyon jól látta, hogy mi a különbség. És ezt a különbséget, amit tapasztalt, hogy miben más, ezt fogalmazta meg ebbe a könyvbe, méghozzá úgy fogalmazta meg, hogy pontok, tehát fejezetről fejezetre halad, pontokba szedi azokat a fő területeket, amiben ő a különbséget érzi. A könyv olyan, mint egy gyakorlati útmutató. Nagyon hasznos tanácsokat ad, minden fejezet végén tényleg praktikus, megvalósítható útmutatásokat ad arra, hogy az adott fejezetben feltárt problémát, kérdést hogyan tudjuk mi a mindennapokban megvalósítani. Most ezt próbálom veletek végig beszélni, úgy, mintha együtt lapozgatnánk ezt a könyvet, jó, és akkor minden egyes fejezetről egy nagyon kis, rövid kis összegzést vagy kis bemutatót tennék. Az első, amit a könyv tárgyal, ez a berögződéseink felülvizsgálata. Ugye a berögződéseket úgy tekintünk rá, mint egy ilyen gyári beállítódás, tehát ezt a szüleinktől örököljük, szüleinktől tanuljuk ezeket a berögződéseket, és ezt úgy fogjuk, vagy úgy kell rátekinteni, hogy mikor már kifogyunk az ötletből, nem vagyunk elég kreatívak, vagy éppen türelmünk nincsen, akkor hozzányúlunk ezekhez az eszközökhöz, ezekhez a gyári beállítódásokhoz, mert ezek jönnek ugye zsigerből, mert ebben nevelődtünk, így nőttünk fel. De a helyzet az, hogy nem mindig jók ezek a gyári beállítódások. Biztos, hogy mindegyőtök volt már úgy, hogy megfogadta, hogy na, én biztos nem így fogom csinálni, és mit ad Isten, mikor elszakad a cérna, akkor minthogyha anyukám hangját hallanám a fejembe, és magam is megrémülök, hogy te jó Isten, pedig én hogy megfogadtam, hogy nem így. Na hát ez a gyári beállítódás.
De ahhoz, hogy ezeket fölismerjük, és az, ahhoz, hogy ezeken tudjunk változtatni, ez az önismeretnek egy fontos lépcsőfoka. Tehát föl kell ismernünk ezeket a beállítódásainkat, azt meg föl kell ismerni, hogy melyek azok, amik nem jók, amit egy kicsit majd újra kell tervezni, és ez az első lépés ebbe az útmutatóba. A következő a játék. Ugye a játékról az Eszter is beszélt. Ez a könyv is nagyon sok sort szentel ennek a témának. A dánok a játék alatt azt értik, hogy a gyerekek magukra maradnak akár egyedül vagy a barátaikkal, és úgy játszanak, és addig, ameddig akarnak. Tehát ez a dán játékfelfogás. Ellentétben azzal, amit sokszor mi gondolunk játéknak. Mi egy kicsit túlszervezzük ezt a játék kérdést, tehát irányítjuk a játékot, megvesszük a játékokat, na, és ezzel játszunk, azzal játszunk, ezzel játszál, azzal játszál, ettől játszál, addig játszál. Ugye? Tehát sok megszervezzük, túlszervezzük a játékot, holott a dánok azt mondják, hogy a szabad játék arra tanítja a gyerekeket, hogy kevésbé szorongjanak, rugalmas, alkalmazkodó képesség alakuljon ki bennük, ami aztán segít utána a sikeres felnőtt létben. Mert mit tanul meg a szabad játék alatt a gyerek? Megtanulja kezelni a stressz helyzetet. Tehát a játék alatt szabadulnak fel benne azok a feszültségek, amik benne dolgoznak. Barátokat szerez. Ő választ barátokat. Ő szabja meg, hogy kivel mennyi ideig és hogyan szeretne játszani. Vannak ott is összezördülések természetesen, viták, veszekedések, de ez is egy nagyon fontos dolog a dán játék irányításban, vagy szabad játék szervezésben, hogy nem nagyon szólnak bele a szülők a gyerekeknek a konfliktusaiba, abba, hogy ki kivel játszon, mert a gyerekek a játék során tanulják meg ezeket a szocializációs készségeket, hogy hogyan kell lerendezni egy vitás helyzetet, hogyan kell megbocsátani, hogyan kell visszamenni egy veszekedés után. Tehát, hogyha ebbe a szülő beleszól, föntről irányít, ugye úgy nevezi most a szakirodalom, hogy helikopterszülők, ugye, hogy körözünk a gyerek fölött, és minden lépését, mozzanatát kontrollálunk, véleményezünk, tanácsot adunk, nem kellene, hagyni kell a gyerekeknek ezt az ösztönös működését, mert nagyon sok területen fejleszti a gyerekeket. A Dániában például a 10 évesnél fiatalabb gyerekeknek 14 óra után, tehát délután 2 után nem szabad például tanítani őket. Tehát nem lehetnek az iskolában, nem lehet tanóra, se szervezett külön óra 10 éves korig, hanem 14 óra után a szabad játék ideje jön el, és ehhez kell, tehát az az ő feladatuk, hogy ehhez kell teret biztosítani a gyerekeknek. Tehát délutáni otthoni tanulás nincs, hanem 2 órakor vége, ami meg kellett történni, az 2-ig megtörténik az iskolába, és utána pedig a szabad játék van, mert ők azt vallják, hogy a szabad játék alatt legalább annyit tanul az a gyermek, mint az iskolában. A következő fejezet az a belső vagy külső kontrollos. Ugye a belső kontrollos emberek úgy érzik, hogy maguk irányítják az életüket, maguk hozzák meg a döntéseiket, míg a külső kontrollos felnőttek gyerekek, azok pedig úgy, hogy a környezet korlátozza őket, illetve kívülről mondják el mindig az elvárásokat. Ebből kifolyólag a külső kontrollos gyerekek, azok sokkal hajlamosabbak a depresszióra, a szorongásra, míg a belső kontrollos gyerekeknek meg nagyobb az önbecsülésük, mert ők érzik, hogy maguk döntése alapján jártak el, és ezáltal sok önigazolást kapnak a döntés helyességéről, megtapasztalnak sok mindent, ez az önbecsülésüket nagy mértékben növeli. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt 50 évben nagyon megnőtt a külső kontrollos gyerekeknek a száma, és ezzel arányosan ugye csökkent a belső kontrollos gyerekek száma. Ezt a dánok úgy gondolják, ez nem éppen Dániára jellemző, inkább egyéb más országokra, hogy ők azt gondolják, hogy ennek is az a feladata, hogy nagyon sok elvárást támasztunk már a kora gyerekkorban a gyerekekkel szembe, és ez a külső kontrollos beállítódást fogja erősíteni. Ők azt mondják, hogy fejlődési teret kell biztosítani a gyerekeknek, biztatni kell őket, ösztönözni kell, és nem helyettük megcselekedni. Tehát ez itt a kulcskérdés ebben a témakörben,
hogy a gyerekek maguk cselekedjék meg. Nem baj, ha rosszul döntenek, az se baj, hogyha csalódnak, de az is a saját döntésük, és ezeket meg kell tapasztalniuk. A következő fejezet az visszakanyarodik megint a játékhoz. Játék és a megküzdési stratégiákról szól. Ugye azt mondja a Dán, illetve a szerző, hogy minél többet játszanak, annál jobb lesz a megküzdési stratégiájuk és a stressz szabályozási képességük. Nagyon érdekes, hogy ez a dánoknál tényleg mennyire központi kérdés ez a játék. Hogy ebbe a kis 5 milliós ország a két olyan gyára van, vagy olyan cége van, ami világelső, mind a kettő játékgyártás területén. Ugye az egyik a Lego, a másik pedig ez a Compan, ez kültéri játékokat gyártó cég. Pici kis 5 milliós ország, mégis ezen a két területen ők a legelsők. A Lego ugye 1932 óta gyártják, kezdetben egy kis fa építő kockákból állt, aztán lett belőle ez a műanyag építőjáték. És a Lego szó, ez egy mozaik szó, ami abból indul, dánul, hogy legot, tehát ez a jól játszani. És hogyha mindegyünk gyereke legózott, gondolom, ha elnézzük, hogy milyen a gyerek, mikor legózik, ugye? Tehát ez a teljes belefeledkezés, ez a flow állapot, ugye, amiről tanultunk is, hogy ez a tér és idő megszűni körülötte, és átéli teljes mértékben a játékot, na hát ilyen élmény kellene minél több a gyerekeknek. Itt 12 pontban, ennek a fejezetnek a végén 12 pontban összegyűjt és tanácsokat ad a játékhoz, és ezek valóban olyan tanácsok, ami megfogadhatók, tehát a gyakorlatba átvihető tanácsok. Következő fejezet az a hitelesség. Hát ez nekem nagyon érdekes volt erről olvasni ebbe a könyvbe. Itt volt ilyen rácsodálkozásom először igazából, hogy... Én nagyon szeretem a skandináv filmeket, és a skandináv filmeket, akik néztek, biztos ti is mindig megtapasztaljátok, hogy különleges hangulata van, egy kicsit mindig szomorú. Hogy a skandináv filmek, ellentétben mondjuk az amerikai filmekkel, ahol minden nagyon happy, minden nagyon klassz, mindig happy end a vége, ugye? A skandináv filmek nem ilyenek, ott azért legtöbbször egy tragédia, dráma, de legalább valami nagyon mély emberi problémát feszegető téma, tehát nem könnyűek ezek a filmek, de nagyon jók. Azt biztos tudjátok, hogy a nagy meséíró Andersen is dán születésű. És hogy az Andersen meséket, amikor lefordították angolra, akkor az angol fordító átírta a meséket, és az eredeti dán mesék, azok nem vidám történetek, hanem azokat hagyták úgy végződni, ahogy Andersen annak idején megírta, gyásszal, csalódással, bánattal, elhagyással, mindennel. Amikor lefordították angolra, akkor átírták pont azzal a küldetéstudattal, hogy legyen a gyerekek számára is befogadható és feldolgozható a mese. Na, a dánok nem így gondolkodnak, ők az eredeti Andersent mesélik a gyerekeknek, és a dán mesék azok nem mindig vidámak, mert ők azt mondják, hogy a gyerek nem azt várja el a szülőtől, hogy az mindig legyen happy, boldog és nagyon kiegyensúlyozott, hanem hiteles érzelmeket várnak. Tehát a szülő is ember. A gyerek úgy tanulja meg, hogy az ő érzelmei is normálisak, hogyha azt látja a szülőtől. És ha ezt már mese világába, tehát már korán, 3-4 éves korban találkozik a mesékben mondjuk ezekkel a valódi érzésekkel, akkor a mese által megtanulja őket feldolgozni. Mire oda kerül, addigra nem pofonként fogja megélni az élettől, hanem bekapcsolnak ugye ezek a beidegződések, hogy hoppá, hát én ilyet már átéltem, ha másképp nem, akkor a mese által, és lesznek rá kész eszközei, hogy ezeket hogyan tudja feloldani, hogyan tudja megoldani, hogyan tud ebből tovább lépni. Ha megóvjuk a gyerekeket ezektől, az érzésektől, akkor eszköztelenül bocsátjuk őket az útjukra, és akkor valóban nagyon sok depresszió, szorongás, és olyan szegénységgel küldjük a saját útjukra, ami nagyon nagy erőfeszítésbe fog telni, és nagyon sok kudarccal fog szembesülni, mire megtanulja ezeket az érzéseket a helyén kezelni és megélni. Jó, itt is 10 pontban kapunk tanácsot arra, hogy hogyan lehetünk hitelesek. Tényleg hasznosak. Következő az átkeretezés, ez a téma, amivel foglalkozik a könyv.
Az az alapfelállás, vagy úgy indítja ezt a fejezetet, hogy úgy gondoljuk, hogy az életről alkotott felfogásunk az igazság, de ez inkább a mi igazságunk. És az igazság az lehet, hogy egy másik keretben van. De mi ezt látjuk, amit mi a magunk igazának vélünk. A látásmódunk az egy tanult szemlélet. Ugye ezt nevezzük keretnek. És itt talán Anna vagy Eszter, nem tudom, melyötöknél hangzott az el, hogy ugye a magyarok milyen pesszimisták, ugye ezen a boldogság rangsoron 104-ek vagyunk jelenleg, tehát még egy kicsit a 90 alá sikerült jutnunk. Ugye ez a sírunk, rívunk, panaszkodunk, mikor összejövünk családi, baráti beszélgetésre, pillanatok alatt a negatív témák, valamiért mindig bánkódunk. Na, a dánok nem ilyenek, pedig nekik is, azért nekik se kolbászból van a kerítés, tehát őnekik ugyanolyan hétköznapi problémákkal megküzdenek ők is, mint mi, de ők, a dánok azok realista optimisták, tehát ez az ő keretük, amiből kinéznek, és ez azt jelenti, hogy kiszűrik a felesleges negatív információkat, a nem egyértelmű helyzeteket, inkább pozitív módon értelmezik. Tehát pont fordítva, mint mi. Tehát, hogy mi kiszűrjük a negatív információkat, és amiben nincs, nem vagyunk egészen biztos, ezt inkább pesszimista módon értelmezzük, ugye? Na, tehát ez a, ugye a mi keretünk, ezen kellene valahogy tudni változtatni, mert tényleg, ha azon a dolgon rágódni, azokat a dolgok, hogy megkeserítik a mi életünket, amire nincs ráhatásunk, nem tudunk rá befolyással lenni, mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha ezeket megpróbálnánk egy kicsit távol tartani a saját életünktől, és meglátni a szépet, a jót, a másik emberben az értéket. Tehát a dánok inkább erre törekednek, és mindjárt rá fogok térni arra, hogy ennek ezt hogy élik meg a mindennapokban. Ugye az átkeretezés az a nyelvhasználaton múlik. Ugye a gondolatainkat azt a nyelv formájába tesszük közzé. Tehát az, hogy mit mondunk, ez tükrözi a mi érzéseinket, tükrözi a gondolatainkat. És sajnos az a gyakorlat, hogy nagyon sokszor használunk korlátozó nyelvet. Ugye a korlátozó nyelv, mindjárt mondok rá egy pár példát, és akkor rögtön tudjuk, hogy miről beszélek. Utálom, nem tudom, úgysem megy, nem vagyok rá képes. Ugye ez a korlátozó nyelv. A korlátozó nyelvvel az a baj, hogy behatárolja az önbecsülésünket. Tehát eleve, ahogy kimondjuk, a szavakba öntjük, használjuk a nyelvet, az rögtön a mi hozzáállásunkat egy vágányra állítja. Tehát az önbecsülésünket már is aláássa. A szülői korlátozó nyelv rossz matekból, nem szeret tanulni, annyira önző, olyan lehetetlen, élhetetlen ez a gyerek. Ugye ez a szülői korlátozó nyelv. Minél többször hallja ezt a gyerek, minél többször mondjuk, a gyerek egy idő után elhiszi. Ha elhiszi ezt magáról, akkor ez szerint fog viselkedni. Mert ez ennek a természetes következménye. Hogyha ő azt hallaná, hogy képes vagy rá, hogy meg tudod csinálni, hogy próbáld meg, és majd ráérzel a siker ízére is, az milyen jó, és nem baj, ha nem leszel ötös, de tegyél bele egy kis energiát, és dicsérjük meg az erőfeszítésért, és itt nagyon fontos megint a dicséret, a visszajelzés, a visszaigazolás a gyerekek felé, ami dán nyelven nem azt jelenti, hogy mindenért dicsérnek, akkor dicsérnek, ha van mögötte valódi teljesítmény. De a valódi teljesítmény nem egyenlő a maximummal, nem egyenlő az ötössel. A valódi teljesítmény az, hogy önmagához képest ő csinálta valamit. Például nem dicséri meg azt a rajzot, amit oda megy a kisgyerek, 5 másodperc alatt firkant valamit, és odahozza, és azt mondja, jaj, de gyönyörű, kiteszik. Nem mond ilyet. Azt mondta, ha egy kicsit több időt szenteltél volna rá, akkor biztos szebb lenne ez a rajz. Tehát a valódi teljesítményt kell dicsérni és értékelni, mert az fogja az önbecsülését növelni. Ha dicsérünk csak úgy, akkor az önbizalmát lehet, hogy növeli, de az nem feltétlen jó. A következő téma, ez már a 7. témakör, ez az empátia kérdése. Ugye az empátia az a képesség, hogy felismerjük és megértsük másoknak az érzéseit. Az empátia alapja és feltétele az érzelmi intelligenciának. Megint csak 1980 óta 50%-kal kevesebb empátiát tapasztaltak a fiatalok körében, míg a narcizmus mértéke az meg 70%-kal nőtt meg egy amerikai felmérés szerint.
Ugye a narcizmus az a saját személyiségünk aránytalanul felnagyítottként való szemlélete, tehát ez a nagyon egocentrikus világkép vagy világnézet. Azért ez elég elborzasztó ez az adat, hogy miért van ez vajon, hogy ennyire az empátia, az érzéseknek a megérzés, megértése, ugye, ez miért szorul ennyire vissza, miért kerül ennyire az egyén a középpontba? Erre nem ad választ a könyv, csak mint problémát felveti, ennyire nem tudományos ez a munka, hogy ezt megfejtse, de elgondolkodtatónak mindenképpen érdekes. A következő az ultimátumok nélkül, ez a fejezetnek a címe. Avval kezdődik, hogy bemutatja a négy nevelési attitűdöt, négy szülői nevelési magatartást, és olyan kérdéseket elemez itt a négy nevelési módszer bemutatása alatt, hogy belefér-e vajon mondjuk az elfenekelés a szülői nevelés eszköztárába. 80 kutatást vetettek össze, és itt 80 kutatást, tehát nem 80 eset, hanem 80 kutatást vetettek össze, és egy sem talált semmi pozitív összefüggést a testi fenyítéssel kapcsolatban. Tehát egy sem. Valamennyi megvert gyermek értéktelennek érzi magát. És a testi fenyítés, ami akár tényleg csak egy elfenekelés is, az egy hatalmi harc, ami növeli a távolságtartást, az ellenségeskedést és a bizalmatlanságot. Bizalmatlanságot a felnőtt felé, a szülő felé, és bizalmatlanságot saját maga felé. Mert leértékeli saját magát. Mert azt gondolja, hogy azért verik meg, mert ő értéktelen. Jó, hogyan várhatnánk, ugye felveti a kérdést, hogy hogyan várhatnánk el a gyerekektől, hogy ők uralkodjanak magukon, ugye azért kapott, mert nem uralkodott magán, ha mi magunk se vagyunk képesek uralkodni magunkon, és elszakad a cérna, és mondjuk oda csapunk. Tehát ez ugye nem jó minta, amit közvetítünk a gyerekek felé. Erre azt mondja a könyv, és erre ugye Eszter is utalt, hogy még ott volt benne, még nem jött felszínre, de a lehetőséget ugye nyitva hagyta, hogy a határok meghúzása, a szabályoknak a megbeszélése, hogy mit tegyünk ennek érdekében, hogy ne kerüljünk ebbe a nevelési csapdába, hogy csak a fegyelmezéssel tudunk fegyelmezni. Ők azt mondják, hogy húzzuk meg a határainkat, húzzuk meg a gyerekek határait, ez legyen számukra egyértelmű. Tehát ezt meg kell beszélni, hogy hol vannak a határok. És utána ezeket a határokat, ezeket következetesen be kell tartatni, és betartani. Tehát itt nekik ez a kulcs kérdés ebbe, a következetesség, meg az, hogy tudják a gyerekek, hogy hol vannak a határok. De ha ezt nem tudja, akkor nem tudja szegény, hogy mikor lépte át, és mikor nem. Most miért kaptam, most ezért kapok, egyszer meg ugyanazért nem. Tehát abszolút zavart keltünk a fejükbe. Jó, 15 pontban összefoglalja, hogy mit és hogyan érdemes tenni az ultimátumok elkerüléséhez. És az utolsó, amivel foglalkozik a könyv, nekem a kedvenc témám, talán azért, mert itt éreztem a legnagyobb azonosságot a saját életem és a dánok között. Ez a hügé, ez egy dán kifejezés, és azt jelenti, hogy meghitt együttlét. És ez a hügé azt jelenti, dánoknál ez egy életfilozófia. Tehát abszolút benne van ez a hétköznapi szóhasználatukban, és nem csak a szóhasználatukban, hanem az életvezetésüknek a része a hügé. Azt jelenti, hogy barátok, rokonok rendszeresen összejönnek, együtt társasoznak, teáznak, sütiznek, beszélgetnek, sportolnak, kirándulnak. De ez náluk valóban úgy történik, hogy nagy társaságok jönnek össze, több időt töltenek együtt. Ők azt mondják, hogy a jól lét, tehát nem a jól lét, hanem a jól lét és a boldogság legpontosabb előrejelzője az a minőségi idő, amit a családunkkal és a barátainkkal töltünk. Tehát ez nagyon igaz szerintem. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindenki életében ez megvalósuljon, ezt éljék meg az emberek. És itt vannak megint, tehát hogy sokan többre becsülik az egymáshoz fűződő kapcsolatukat, mint a saját magukat. Tehát ez egy érdekes szemlélet, hogy nekik sokkal fontosabb az, hogy milyen szociális, vagy milyen interakcióban él a körülötte lévő emberekkel, a családjukkal, a barátaikkal, mint az, hogy ő maga hogy él. Tehát nagyon nagy teret engednek és szerveznek az együttlétre.
A dán felnőttek 79%-a tagja valamilyen egyesületnek, civil szervezetnek, hobbikörnek, bárminek, ami szerveződhet akármi, kézművesség, sport, politika akár, vagy bármi köré, de az a lényeg, hogy 79%-a tagja, felnőttek, tagja valaminek. Nagyon szeretnek énekelni a dánok, ez nekem meglepetés volt, én ezt így ennyire nem tudtam, de a könyv kitért arra, hogy a dánoknak van egy nemzeti dalos könyvük, és ezt a nemzeti dalos könyvet, ez minden háztartásban ott van, és ahogy a gyerek beleszületik egy családba, ezt a nemzeti dalos könyvet ezt ők használják, és énekelnek együtt sokat, és ennek ugye az éneklésnek is van egyfajta közösségteremtő ereje, meg egy összetartó ereje, de tudják ezeket az énekeket. Én mindig irigykedem, ugye ha visszatekintünk ugye mondjuk egy 50-100 évvel ezelőttre, akkor azt látjuk, hogy minden lakodalom, minden szülinapi buli a végén nótázásba torkollott, és ott enyhén ittassan, de nótáztak a jelenlévők. Most is néha-néha az idősebb generáció nekiáll nótázni, és én például borzasztóan rosszul érzem, hogy a refrénbe időnként így be tudok kapcsolódni, de hát nem, már nem tudjuk a szöveget, pedig milyen jó lenne velük együtt énekelni. Na hát ez egy jó kis példa, hogy van ez a dán nemzeti dalos könyv, amiben vannak népdalok, vannak műdalok, vannak benne mindenféle dalok, és mindenki előveszi és énekel, és tényleg ez egy jó dolog szerintem. Jó, nagyon fontos, hogy a társas együttlét az jótékony hatással van az egészségre, ezt nem tudom, hogy tudtátok-e. Kopp Mária foglalkozott ezzel a kérdéssel elég hosszan, tehát kvázi több évtizeden keresztül vizsgálta a társas együttlét és az egészség viszonylatát, és ő is ugye ezt hozta ki eredményként, hogy egészségesebbek azok az emberek, és tovább élnek, akik társas kapcsolatban élnek. Tehát azok a férfiak például sokkal korábban halnak, akik az idő, tehát a felnőtt életüknek egy bizonyos részét például egyedül élik meg. És ez nem csak azért van, mert nincs ki főzzön nekik, hanem ez azért is van, mert nincs akivel megdödörésze, megbeszélje a napi problémákat, gondokat, akivel testi kontaktusba tud kerülni, aki megsimogatja, aki hozzábújik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az egészségünk érdekében is fontos ez a kapcsolat. És még egy érdekességet írt a könyv, hogy például a dán anyák, akik kisbabát várnak, ugye a Jessica is a saját élményből merítkezve írta le ezt, hogy működik ott ez a társas együttlét, a hügé, például az anyukák körébe. És nagyon érdekeset ír, hogy mikor megszületik egy kisbaba és hazamennek a kórházból, akkor az ottani védőnő az első látogatás alkalmával visz egy címlistát az anyukának, ahol a környékben élő kis vagy anyukáknak a neve, a telefonszáma, az e-mail címe, Skype, mindenféle elérhetőség rajta van. És arra biztatja az anyukát, hogy bátran vegye fel a kapcsolatot a többi anyukával, mert ők hasonló élethelyzetben vannak. Beszéljék meg együtt a problémáikat, az örömeiket, segítsenek egymásnak, és ez nem csak ez a kibeszéljük, megbeszéljük, hanem olyan szinten is működik, hogy például megbeszélik, hogy az egyik nap az egyik anyuka vigyáz az összes gyerekre, a következő nap a másik anyuka, egyik nap az anyuka főz mindenkire, másik nap a másik anyuka, és ilyen kis önszerveződő és egymás segítő csoportok jönnek létre, és ez abszolút működik Dániában. Tehát nem veszik tolakodásnak, nem veszik zaklatásnak, hogyha egy másik ugyanolyan élethelyzetben lévő szülő megkeresi, hanem örülnek és támogatják egymást. Jó, itt is 17 pontban segít tanácsokkal a könyv, hogy hogyan lehet megteremteni a hügét. Itt még volt egy nagyon érdekes pontja ennek, hogy hügé esküt tesznek. Tehát van egy hügé, egy összejövetel, és megbeszélik előre a hügé eskünek a pontjait. És ezek például olyan pontok, hogy ha tudják, hogy például ebbe a társaságban lesznek olyanok, akik mit tudom én, más politikai nézeten vannak, vagy vallási ideológiájuk más, vagy a nemi identitásuk más, vagy bármi, akkor megbeszélik előre, hogy azokat a kérdésekről nem beszélnek, ami bárkinek sértené mondjuk az önérzetét, vagy az önbecsülését, vagy olyan vitát generálna, ami tönkretenni a hügét. Tehát ezeket kizárják, akkor jöjjön össze egy olyan csoport, aki erről egymás közt azonos elveket valva, tudnak jókat beszélgetni, vitázni, de a hügét nem teheti tönkre egy ilyen. Tehát ez is nekem egy nagyon szimpatikus dolog.
és működnek természetesen ezek a kis közösségek. És akkor az utolszó. Az utolszót dr. Vekerdi Tamás írta, hát ki más, szerintem ez, mert le is írja különben, hogy minden szavával egyetért, és hogy akár ő is írhatta volna, tehát hogy nagyon tetszik neki a könyv, nagyon hasznosnak tartja, és tényleg ami nagyon jó benne, az, hogy nagyon gyakorlatias. Ez nem egy tudományoskodó könyv, ebben nincsenek szakkifejezések, nem részletezi a kutatásokat, mindig utal rá, hogy ez valamilyen mérésnek, valamilyen kutatásnak az eredménye, hogy ez mégis legyen hiteles, de nem megy bele olyan szakmai kérdésekbe, ami mondjuk csak a szakembereknek szólna, mindenki számára olvasmányos, érthető, és szerintem nagyon hasznos. Ha már csak pár pontot magunkévá tudunk tenni, szerintem már sokat tettünk annak érdekében, hogy boldog és egészséges gyerekeket tudjunk nevelni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ha esetleg kérdésetek van, megpróbálom megválaszolni. Kettő kislány volt, egy meg kutya. Az ég nagy-nagy kék szárnyú lepke volt. Julcsa királylány, Andi lordi tész. Hol a régi tej, hol a régi méz, vagy őrli minden drága kerteket, a birodalmunk vajon hová lett, vagy őrli minden drága kerteket, a birodalmunk vajon hová másikat viszik. Vadrózsafává lett a harmadik. Két kislány nagy kutyával